Heti híradóval köszöntöm a Bábolnai Televízió nézőit. Eredményesen zárult a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat és a kormányhivatal által koordinált megyei foglalkoztatási paktum projektje. A megyei foglalkoztatási mutatók javítását célul kitűző programra 344 millió forint uniós támogatást nyertek el, melyből a munkaerőpiaci igényekhez igazodó képzéseket, pályaorientációs foglalkozásokat szerveztek, azonosították a térség foglalkoztatási szempontú problémáit, és erőforrásaik mozgósításával jelentős javulást értek el a foglalkoztatásban. A foglalkoztatási paktum megvalósítása Komárom-Esztergom megyében című projekt záró eseményére október 11-én került sor a monostori erődben. Ez alkalommal két ülést is tartottak, Popovics György megyegyűlési elnök irányításával. A megyei foglalkoztatási paktum irányító csoport a projektet a számok tükrében is összegezte. A programba 223 hátrányos helyzetű álláskeresőt vontak be, segítségével 144 fő helyezkedett el foglalkoztatóknál, melyből várhatóan 97 főnél el kell érni a minimum 6 hónapos folyamatos foglalkoztatást, 64 főnél a tartós foglalkoztatást. 51 fő kapott képzést, köztük többen nyelvoktatásban is részt vehettek. Létrejött a megyei foglalkoztatási fórum, mely egy asztalhoz ülteti a munkáltatók és munkavállalók, a foglalkoztatásban képzésben érintett állami, önkormányzati és civil szereplőket, illetve egy ingatlan katasztert is létrehoztak a gazdasági szereplők tájékoztatására. Az eseményen Popovics György megyegyűlési elnök, a fórum vezetője arról beszélt, hogy Komárom-Esztergom megye élenjáró, miután elsőként indította és elsőként is zárta a paktummal végzett munkát. Minden szombaton és vasárnap máshová igyekszik az Egyház megyében dr. Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Az elmúlt vasárnapon Bábolnán tartott szentmisét a hívők nagy örömére. Nekem öröm, hogy megismerhetem az egyházmegye híveit, papjait, megismerhetem az egyes egyházközségek életét, hiszen ilyenkor mindig alkalom nyílik egy kicsit a beszélgetésre is, megismerni az ő örömeiket, vagy éppenséggel gondjaikat, de én abban is bízom, talán nem szerintelenül, hogyha azt mondom, hogy a hívek számára is biztosan jó, hogyha a püspököt testközelből láthatják és közvetlenül tudnak vele beszélni. Én azt gondolom, hogy ez abszolút természetes, abszolút normális. Mióta püspök vagyok, és annak már jó néhány esztendeje, 20 éve, mindig is ezt csináltam. Az egyház megyében inkább jellemző a nagyobb települési rendszer. Ez a lelkipásztori teendőket, hozzáállást is befolyásolja. Egy ilyen helyzetben megszervezni az egyházmegyét egy jó kihívás, azt gondolom mindnyájunk számára éppen most fejeződött be az a strukturális átrendezése az egyházmegyének, amit ideérkezésemkor az apostoli nuncius kért tőlem. A szentmise vezérfonalát a bölcsesség és a tudás fogalmai járták át. Ez a bölcsesség, amiről a Szentírás beszél, egy másfajta bölcsesség, egy isteni ajándék is, egyszer egy életforma, nem pedig pusztán emberi tudásoknak a halmaza. Ezt mindnyájan tudjuk, és kell is, hogy megtapasztaljuk, megéljük, hiszen ebben van benne az emberi élet földi boldogsága, de az örök boldogsága is. Dr. Veres András megyés püspök Bábolna nevezetességeit is megtekintette. A bábolnai látnivalók közt dr. Horváth Klára polgármester kalauzolta a magasrangú egyházi vezetőt, valamint a képviselőtestület társaságában vendéglátásban részesítették a megyés püspököt. Sikeres véradó alkalmon van túl a Magyar Vöröskereszt Bábolnai Alapszervezete, mely október 12-én várta az önkéntes segítőket. Ezúttal 62-en nyújtották karjukat, mely szám igen magas, főleg miután az utóbbi két alkalommal igen kevesen jelentek meg a véradáson. Az aktuális alkalommal 4 főt szűrtek ki, akik egészségügyi okok miatt nem adhattak vért. Szerda Csekné Buza Ildikó, a Bábolnai Alapszervezet vezetője elmondta, a most elkönyvelt sikerhez hozzátartozik, hogy 2 új véradót is köszönhettek köreikben. Szép alkalom volt ez Tóth Gábor számára is, akit 100-szoros véradóként regisztráltak. Az önkéntes segítőkész hozzáállását a Vöröskereszt egy későbbi időpontban honorálja majd ünnepélyes keretek között.
A helyi vöröskeresztes vezetőtől azt is megtudtuk, az októberi véradás alkalmára nem csak Bábolnáról, de a környékbeli településekről is érkeztek önzetlen segítők, akik a tűszúrás vállalásával három embertársokon segíthettek. Termelői méz, házi szörpök és lekvárok, házi készítésű sajtok és egyéb tejtermékek, tojás és dísztárgyak is sorakoztak az október 13-ai piac alkalmával a termelők pultjain. Az őszi szezon jellegzetes, keresett terméke a zsákos kiszerelésben értékesített burgonya volt. Népszerű a száraz tészta, az édesség és a füstölt húsáru, mely utóbbinak már messziről érezhető az illata a piac területén. Különleges portékának számít a levendula, amely számos feldolgozásban kapható volt a termelői piacon. Az októberi vásár szép őszi időben tért vissza, minden olyan látogatónak örömet okozva, akik szeretik és keresik a minőségi élelmiszereket. A hitvilágot választotta a zenei pálya helyett Simon Norbert református lelkész, aki immár egy esztendeje lelkésze a banai és a bábolnai református közösségnek. A fiatal háromgyermekes édesapa a banai parókia épületében fogadta televíziónkat, ahol pályája kezdetéről, hitvallásáról és terveiről is beszélt. A fővárosból érkezett lelkész, mint elmondta, Bana és Bábolna településeken is jól érzi magát. Trombitásnak készültem, trombitásként szerettem volna magam elképzelni felnőttként, de hát ugye ennek megvannak azért a maga veszélyei, a zenész lét, illetve a hozzá kapcsolódó mindenféle egzisztenciális probléma volt az, ami az én életemet oly sokszor kitöltötte. Ezek kérdések formájában jelennek meg. Leszek-e elég jó trombitás? Meg fogok-e tudni belőle élni? Tehát szerintem, ami a fiatalokat foglalkoztatja, az engem is foglalkoztatott akkor, de elsodródtam egy dunántúli részhúvós táborba, a Pécsei Király Imre részhúvós zenekarnak a táborába, amit akkor Márkus Mihály lelkész barátom vezetett, és ott kezdődött ez a kaland, hogyha szabad kalandnak nevezni. És nagyon sok mindennel próbálkoztam. Nem a kallódásnak a negatív felhangjai vezettek, hanem sok mindenben szerettem volna kipróbálni magam. Például voltam vegyész az ELTE-n, amit így utólag visszanézve örülök, hogy nem fejeztem be. Voltam trombitás, igyekeztem arra, hogy valóban egy profi karriert fussak be, de hát szerencsére ez is meghiúsult. Voltam szakács és voltam élelmezésvezető, amire mind a mai napig nem azt mondom, hogy büszke vagyok, de nagyon sokat tanultam belőle. Nagyon örülök, hogy ezeket az utakat végigjárhattam, és mindezek mellett ugye a teológiai képzésben is részt vettem, mint aktív hallgató, és most már mint végzett. Bana és Bábolna gyülekezeteit a számok tükrében is láttatta. Bana körülbelül 1660 lelkes falusi környezet, 120 református tartunk nyilván papíron az egyházfenntartók között. Ugorjunk át Bábolnára, körülbelül 3800 lelkes kisváros, 52 név szerepel a választói névjegyzékben. Nem szeretnék különösebb arányokat vagy százalékokat ezekből a számokból mondani. Nem is számoltam sose utána. Én úgy gondolom, hogy ezek elsősorban viszonyszámok. Egy olyan világban, amikor számtalan más lehetőség adódik, akár kikapcsolódásra, akár programokra, vagy bármilyen más családi összejövetelekre, sokszor az istentiszteleti alkalmak, illetve a vallásos cselekmények háttérbe szorulnak. Nem csak ezek miatt, hanem azért is, mert világunk azért átalakult a 21. századra, tehát már nincs olyan, hogy például hajnalban összegyűlünk, akik megyünk ki a mezőre kapálni, és megtartjuk az istentiszteletet, a kapát neki támasztjuk a templom oldalának, gumicsizmában, és utána megyünk együtt dolgozni. Ilyen nincsen. Mai világban az ember 12-16 órázik, végtelenül keményen dolgozik, és amikor van egy kis szabad ideje, sajnos érthető okokból nem biztos, hogy akár egyházhoz, akár bármilyen más szervezethez akarna csatlakozni. Simon Norbert református lelkész mégis optimista, hiszen jeles ünnepnapokon mindig tele vannak a templomok. Mint fogalmazott, amennyiben a két településen 170 felnőtt szerepel a választójegyzékben,
az azt eredményezi, hogy a hittanoktatásban mintegy 70 gyermeket oktathat. Ez reménység arra, hogy a következő generáció is ott lesz a templomban. Lelkészként arra törekszik, hogy az Úristentől kapott bölcsességével szolgálni tudja az itt élőket. A militári szakák számára is ideális helyszín a bábolnai lovaspálya, ezért is választják szívesen versenyeikhez. A szakág összetett, miután díjlovaglás, terepelsenyt és díjugratást is tartogat, ráadásul lovastól és lótól is speciális felkészültséget kíván. A military az az olimpiai lovas szakág, ami mind a három olimpiai szakágat magába foglalja, hisz a díjlovaglásból egy időmutató vizsgát tesznek a lovasok, a százalékuk pontokba fejezik ki, és a százból visszavonva így kapják meg a hibapontokat. Másnap, régebben úgy volt, hogy másnap volt a terep előtt egy kisügető szakasz, egy stipli, egy cross szakasz, illetve egy nagy ügető, egy cross szakasz, most már a nemzetközi gyakorlatban is, illetve már szabályokban ezt megváltoztatták. A magyar tenyésztésű lovak, illetve a magyar militarin számára kedvezően alakult ez a helyzet. Most már nincsen csak egy általános bemelegítés a terepnapon, majd a cross szakasz következik, és ezután következik ugye, ahogy szokták mondani, a lovasportok királynője, a díjugratás. A terepfeladatok igénylik leginkább a speciális felkészültséget. A díjugratás klasszikus rész ennél a szakágnál is, a sportolói kör folyamatosan bővül. Ezt mutatja az is, hogy Bábolnán a hétvégi alkalommal 140 nevezést regisztráltak, mely rekordszámú a szakág életében. Ehhez a Ménes Birtok támogató hozzáállása is hozzájárult. A 140 nevezésből 128 ló tudott starthoz állni a díjugrató pályán, tehát ez azt jelenti, hogy alig morzsolódott le a terep szakaszon, ugyanis mint minden országos bajnokságon, minden lovas országos bajnokságon egy kondícióvizsga van, és nemzetközi versenyeken. A militariban kettő is van, egy a verseny kezdetén, majd a második nap után, tehát a harmadik nap reggelén van a terep szakasz után még van egy nagyon komoly szűrés, és hiába fejezi be, akár az első helyen álló párost is kizárják, hogyha nem megfelelő az állapot alónak. A hétvégi versenyen a szakág legjobbjait is felvonultatták, az eseményen nemzetközi szintű versenyeken eredményes lovasok és fiatal reménységek is feltűntek. Megyei első osztályú labdarúgóink két idegenbeli mérkőzést követően október 14-én az Oroszlány együttesét fogadták. A vendégek remekül kezdték a bajnoki szezont, hiszen 9 forduló után még veretlenek, mindössze egy döntetlennel vezetik a tabellát. Kellemes időben lehet így mondani, hogy ilyen kellemes piknik foci alakult ki a mérkőzésből. Az irama nem nagyon tetszett, de azt lehet mondani, hogy a hazai csapat azért nem nagyon veszélyeztetett, úgyhogy talán a szabadrugás gólon kívül a Bencének talán egy védeni valója volt az egész mérkőzésen. Tehát uraltuk a mérkőzést, rúgtunk 5 gólt, de igazából azt mondom, hogy a 3 pont megvan, de mondom, iramában szerintem egy ilyen alacsonyabb színvonalú mérkőzés kerekedett ki a találkozóból. A miénk egy komolyabb hullámvölgy alján tartanak, a két egymás követő vereség után üdítően hatott volna egy hazai siker. A bajokat tetézi, hogy sérülések sorozata sújtja a csapatot, ami miatt nem tudnak állandó összeállításban játszani. Mindez azonban nem mentség arra, hogy a pályán lévők hitehagyottan, lelkesedés nélkül játszanak. Sajnos az Oroszlány ellen ez történt, labdarúgóink nagy része nem tudott felnőni a feladathoz, és a kissé gyengébb formát nyújtó vendégek ellen egy színvonal alatti mérkőzés sikerült produkálni. Az Oroszlány egy bedobást követően a 19. percben megszerezte a vezetést, majd Kalamár Lajos 13 perc elteltével szabadrúgásból egyenlített. Az első félidő lefújását megelőző percben ismét könnyedén kisakkozták védelmünket a vendégek, így ők vonulhattak elégedetten az öltözőbe pihenni. A második játékrészben még gyengébb teljesítmény nyújtottak focistáink, ennek köszönhetően Kiprik növelhette a vendégelőnyt az 53. percben. Közel negyed óra elteltével ismét a vendégek kerültek helyzetbe. Védőink nem érték utol a támadó csatárokat, akiknek még passzolgatni is volt idejük kapunk előtt. Az összeomlott bábolnai csapatnak a 87. percben adták meg a kegyelemdöfést egy szokásos átívelés végeredményeképpen. Lelkesedést és hitet nem tudok adni. Edzést tudok tartani talán, de a hitehagyott lelkesedés hiányában játszó emberekkel nem tudunk sajnos mit kezdeni.
sérülések sorozata is sújt bennünket, de összességében soha nem szabad feladni. Van az a mondás, hogy nem azok a győztesek, akik soha nem hibáznak, hanem azok, akik soha nem adják fel. Bábolna Ese, OBSK oroszlány 1-5. Területi serdülő és ifjúsági bajnokság helyszíne volt a bábolnai tekepálya október 13-án és 14-én. Az igazolt versenyzők számára kiírt megmérettetésen azok vehettek részt, akik a megyei bajnokságban elérték a továbbjutáshoz szükséges szintet. Természetesen a teljes bábolnai utánpótlás gárda indult a versenyen, és tudásuknak megfelelően teljesítettek. Skuba István szakosztályvezető rendkívül elégedett volt fiatal játékosai teljesítményével, hiszen legtöbben tovább jutottak a következő fordulóba. 121-es guristást teljesített mindenki. Hát nálunk az első napon a Marci játszott először, dél folyamán lépett pályára, és ő a kategóriájában a 18. helyen végzett. Ez azért jó eredmény, mert pont a 18 továbbjutó volt, tehát ő megy a következő fordulóba. Ő a Teveri Marcel. Így van, a Teveri Marcel. A két lányunk, ők, ja, és a két kisebbik fiú is még indult a szombati nap folyamán. Ők ugye, hát most kezdték a tekét, tőlük nem is vártunk nagy eredményt. Én azt gondolom, tisztességesen helytártak, ledobták a teljesítményeket, ő és a 121-es dobást. Ők sajnos nem jutottak tovább, de... Nézzük meg őket azért, hiszen hát az egyik a Szabó Tadeusz, a második pedig a Gregus Máté. Ők mind a ketten nagyon lelkiismeretesen látogatják az edzéseinket. És hát mondom még egyszer, nagyon örülök, hogy teljesítették a 121-es dobást. Aztán vasárnap a két kislányunk dobott, a Pintér Dominika és az Istenes Anna. Ők most a Dominika lett jobb, a negyedik helyen végzett, a Hanna az ötödik lett. Ők is természetesen tovább jutottak, és még játszott a két ifi játékos, vagyis a három ifi játékosunk vasárnap, a Katona Péter, a Juris Gergő és a Szász Lackó. A Lackó tizedik lett, a Gergő 16., ők tovább jutottak, viszont sajnos a Péter nem, ő most gyengébben szerepelt. Heti híradónk végén köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!